Közös levélben fordultak a DK-s kerületvezetők Kásler Miklóshoz, azt kérik tőle, hogy helyezze vissza a kerületektől elvezényelt egészségügyi dolgozókat, nélkülük ugyanis veszélybe kerül a járóbetegellátás. Szaniszló Sándort kérdezzük. És mivel elkezdtünk beszélgetni a 18. kerületi polgármesterrel, jó estét kívánok. Jó estét kívánok erről a mai napról, és kérdeztem, hogy mit érzékelt ebből, és azt mondta, hogy a kerületben annyira sokat nem, de hogy úgy gondolja, hogy ez egy népszavazás volt, miért is? Szerintem ez egy egyértelmű népszavazás volt a mai napon, amely a kórháza oltópontok előtt zajlott, hiszen a fél ország oda ment, úgyis, hogy nem tudtak regisztrálni, annyira akarnak az emberek egy vagy esetleg kétféle nyugati vakcinát. Ez a mai napon egyértelművé vált. Én remélem, hogy a kormány tanul belőle. Egyébként azóta néhányan végeztünk számításokat is. Ugye ők azt mondják, hogy a mai napon volt 100 000 Pfizer, amit ugye ki hogy tudott igénybe vehetett, vagy lemaradt róla. Viszont most hetekig nem lesz, mert a 16 és 18 éves korosztálynak akarják félretenni. A második oltásra. Hát ebben az évben eddig 2 350 000 Pfizer vakcina érkezett. Hetente jön körülbelül 250 000 ezes mennyiség, és még évvégéig be fog jönni több mint 8 millió. Jelentem, a 16 és 18 éves korosztály összesen körülbelül 180 000 vannak ebben az országban. Tehát egy közepes méretű Pfizer vakcinával mindenkit be lehetne oltani első körben legalábbis. Úgyhogy nem igaz, hogy nem lenne rá keret, és a kormány hónapok óta nem hajlandó elszámolni azzal, hogy napi szinten mennyi vakcina készlet van felhalmozva. Úgy tudjuk, hogy több százezer Pfizer vakcina is van. De ebben mi lenne a logika? Az lenne a logika, hogy is... mindegy, hogy ki mivel van beoltva, csak legyen beoltva, és nőjenek ezek az adatok. Ugye szerintem ott téves a oltási folyamatról szóló felfogás, hogy szerintem akkor fog az oltási folyamat felgyorsulni, ha mindenki megkapja azt a vakcinát, amit szeretne. Kerületi polgármester vagyok, naponta több százan keresnek meg ez ügyben. Az nyilván nem megoldás, hogy Budapestre hozzák azokat, amelyeket már nem kérnek, hiszen aki szeretett volna keleti vakcinát kapni, ők már túl vannak rajta, a többi ott áll készletén, és a saját háziorvosainktól tudom, 3-4 napig tartják, és jelentik, hogy vigyék el, mert nincs rá kereslet. Láttuk, hogy a Pfizernél mi a tapasztalat. Na, beszéljünk erről a levélről is, amit az előzetesben beharangoztunk. Ugye azt kérik a DK-s fővárosi polgármesterek Kásler Miklóstól, hogy adják vissza azokat az egészségügyi dolgozókat a szakrendelőknek, az önkormányzatoknak, akiket elvezényeltek. Mondjuk konkrétan ugye azt lehetett tudni, hogy a 18. kerületből 4 orvost és 8 szakápolót vezényeltek át oltópontra. Ez milyen fennakadást jelent, ha jelent a kerületben? Ez konkrétan kinullázta a járóbeteg ellátásnak a 70-80%-át. Nem lehet. Persze, milyen területen? Ugye 18 kerületnek két város része van. Mi annak idején mind a kettőbe építettünk szakrendelőt. És Pest-Szent Imre a kisebbik, őket érte sokkal hátrányosabban ez az elvezénylés. Ugye ideggyógyászatra, szív ellátásra, illetve urológiára egyáltalán nincs lehetőség. Ha bárkinek ilyen panasza van, nem tud semmit csinálni a kerületben? Átmegy a nagyobbik városrészbe, ahol viszont ugyanúgy elvitték onnan is a egészségügyi dolgozóinkat, ott fél műszakban van erre lehetőség. Ez azt jelenti, hogy eddig mondjuk lehetett időpontot kapni egy héten belül, most 2-3 hónapot kell várni. Egyszerűen tragédia. Van egy másik vetülete is a dolognak egyébként. Ugye a 18. kerület is csatlakozott az a fővárosi programhoz, hogy onkológiai szűrésre lehetett menni programozottan. Ez azt jelentette, hogy a korábbi 2-3 hónapos várakozási idő lecsökkent egy hétre. Csak az a probléma, hogy nem jutnak el orvoshoz, nem jutnak el szakorvoshoz a betegek, nincs vizsgálat sem. A 18. kerületnek a kerete, amely azt jelenti, hogy éves szinten körülbelül 600 MR és 1100 CT-re lenne lehetőség pluszban, ami miatt ugye csökkent a várakozási idő, ennek a 30%-át sem sikerült egészen eddig kihasználnunk, és egészen biztos, hogy szükség lenne rá, hiszen mitől mondhatjuk azt, hogy egészségesebbek az emberek, attól, hogy nem jutnak el szűrésre, mint korábban. Ez a 18. kerületi helyzet, de ezek szerint a többi DK-s polgármester hasonlóról számol be a saját kerületében? Tehát ez egy általános helyzet? Nem csak ők, beszélgettünk természetesen más polgármesterekkel is, csak mi hatan adtuk ki ezt a közös nyilatkozatot, ugyanez a helyzet mindenhol. Budapesti szinten több mint 220 szakápolót, illetve orvost irányítottak el, náluk sem jobb a helyzet semmivel, talán annyiból lehet jobb a helyzet, hogy egy belvárosi
városrészben mondjuk jobban eljutnak azok, akik esetleg útba esik, nekik is keresnek ott időpontot maguknak. Az teljesen elfogadhatatlan érvelés mondjuk Kásler Miklós részéről, ha mondjuk ezzel érvelne, hogy ebben a járványhelyzetben az elsődleges a COVID-ellátás volt? Elfogadtuk kényszerűségből, de természetesen az a legnagyobb probléma, hogy úgy telt el lassan 20 év Magyarországon, hogy egyetlen kormány sem fordított kellő figyelmet, de a legutóbbi kormány meg végképp nem arra, hogy kellő szintű egészségügyi ellátás legyen. A szakrendelőknél dolgozó szakápolók és orvosok, ők a aranytartalék volt eddig, most már őket is elvitték, mert a kórházakban nem tudják ellátni a feladatot. Viszont szerencsére azt mutatja a statisztika, hogy töredékére csökkent, hál' Istennek, az új fertőzések száma, azaz a kórházi túlterheltség már nem olyan, mint volt mondjuk 2 héttel ezelőtt. Most már visszajöhetnének. Mi viszont kérjük vissza, mert minden nap számít, hiszen ott állnak sorba a 18. kerületiek is, és nem jutnak el a sebészükhöz, meg a urológusokhoz. Mi az az önkormányzati változás, amit még nagyon szeretnének, viszont a kormányon átvezet az út? Ugye ilyenkor első blikre mindig a fizetős parkolás visszaállítása szokott az embereknek beugrani, de egyrészt itt van-e valami fény az alagút végén, mert ugye ezt nyilván szeretnék a kerületek, másrészt van-e még más terület, ahol kellene valami módosítás, hogyha tényleg lecseng a jár. Nálunk a 18. kerületben a legfontosabb például a szakrendelőnk irányítási jogának a visszaadása, hiszen azt is elvették egy mozdulattal, és attól tartunk, hogy ennek nem tud hamar vége lenni, hiszen többször volt már kísérlet, hogy államosítják a szakrendelőket. Attól tartunk, hogy nem kapjuk vissza az irányítási jogokat, ezen már fél lábbal bent vannak abban, hogy elviszik a önkormányzatok szakrendelőit. Ugye az a hír, hogy nagynak tartják hivatalosan az egészségügyi kapacitást, és esetleg ezek a szakrendelők legalábbis a jobbak, majd magán egészségügyi intézmények lennének. Az állam nyilván értékesíti őket hálózatban, ráadásul ez a mi hírünk. Na de hát akkor az emberek hova járnak majd? A járóbeteg ellátás. Majd fizetni fognak. Hát de nyilván egy csomó nem tudják kifizetni. Aki meg ki tudja fizetni, már hát nagy része most is magárendelésre. Reméljük, hogy nem úgy lesz, ők fognak majd sajnos, ők fogják a sorban állók táborát gyarapítani. Bízunk benne, hogy nem így lesz, mi legalábbis minden eszközzel küzdünk ellene. Hát reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.